És a következő percekben telefonon kapcsoljuk Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre állt. Jó reggelt kívánok! Hogy van? Köszönöm szépen, én jól vagyok, és remélem, hogy a kollégáim is, hiszen most ők a hősök, ők vannak a frontvonalban. Akik dolgoznak az egészségügyi intézményekben, így van. Így van. Nem tudom, elnök úr, látta a legfrissebb adatokat? Mert ugye körülbelül ez 7 órakor frissült a koronavírus.gov.hu oldalon, hogy Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 226 fertőzöttről tudunk, 21 ember gyógyult meg, sajnálatos módon ugye az elhunytaknak a száma az egy fővel emelkedett, ugye most 10-en haltak meg, karanténban vannak 85-en, és 6817 mintavétel történt. Hadd kérdezzem először most az utóbbi adatról, jó, a mintavételről. Hol kell keresnünk az igazságot, a magyarázatot arra vonatkozólag, hogy Magyarországon nincs vagy nem elegendő a mintavételeknek a száma? Ha a napi növekedést nézzük, akkor azért az utóbbi időben a tesztelések száma az szerencsésen növekszik, de ha a másik számot nézem, hogy 226 fertőzöttből 10 az elhunyt, akkor ez nagyon magas szám. Ez csak úgy lehet, hogy valójában nem tudjuk, hogy mennyi a valós fertőzöttek száma, tehát még mindig nem elég a tesztek száma. Van olyan ember ön szerint akár Magyarországon, aki ezt a számot körülbelül meg tudná tippelni helytállóan, tehát hogy... Biztos, hogy van ilyen ember, csak nem tudjuk, hogy melyik a sok tipp közül. Igen, tehát magyarul és senki sem merni ezt a számot, gondolom, kimondani. De kimerik, sőt, még a kormány is, a kormányinfo, vagy a operatív törzs tájékoztatóján is elhangzott, hogy félhetően lényegesen magasabb, és vigyázzon mindenki. Tehát most már a kormány is azt kommunikálja, hogy az egyéniből a csoportosba ment át, és onnan a tömegesbe haladunk. Tehát ez sajnos köztudott, és még mindig nem vesszük elég komolyan. Elnök úr, még mielőtt arról kérdezném önt, hogy helyesnek találná azt esetleg, hogyha ilyen kijárási tilalom lenne Magyarországon, mint hogy a szomszédos országban, ugye Ausztriában ez már bevezetésre került. Hadd kérdezzem először viszont arról, hogy megnyugtató-e az az információ, hogy most már Magyarországra érkezett annyi maszk, ami legalább az intenzív osztályon dolgozók számára teljes egészében elérhetővé válik, vagy vált? Ez mindenképpen jó hír, csak tudjuk azt, hogy a járvány nem egy hétig tart, nem egy hónapig tart, hanem annál bizonyosan tovább. Tehát ez a jelen helyzetben egy komoly előrelépést jelent, ugyanakkor folyamatos ellátásra lesz szükség, mert folyamatosan fogyni fog sajnos a védekező eszköz. Számolnak valamilyen kalkulációban már a fejükben egyébként, hogy hétről hétre hány új maszkra lenne szükség, hány zsilipelő, vagy nem is tudom, hogyan hívják ezeket a védőruházatokat, ugye, amiket ilyenkor az ember egy nap használ, és akkor utána meg kell semmisíteni? Valójában ez nem a fertőzöttek számától függ, hanem az ellátók számától. Tehát az, hogy hány beteggel találkozik az ellátó, az kevésbé határozza meg, mint hogy hány ellátási pont van. És épp ezért az orvosi kamara a kezdettől fogva azt mondja, hogy más típusú ellátás szervezésre van szükség. Nem az egész egészségügyre kell a fertőzötteket ráengedni, hanem létre kell hozni azokat a pontokat, amelyek szűrnek, beteget fogadnak, továbbítanak, sürgősséggel ellátják őket, illetve a fertőzötteket fogadják. Csak úgy tűnik, hogy a 11 pontunkból ez a bizonyos harmadik pont, ami ezt javasolta, ez is meg fog javasolni, hiszen tegnap bejelentésre került, hogy nem általában kell az alapellátást felkeresni majd a betegeknek, hanem maga a házi orvosi rendszer, a stávkonzultációs rendszerben fog működni, és ehhez képest lesz egy külön a hagyományos sürgősségihez hasonló rendszer, ahova az egyéb panaszokkal lehet fordulni, ami nem halasztható, és külön akut fogadóhelyeket állítanak fel a légúti, azaz a fertőzés gyanús eseteknek. Ez egy nagyon fontos intézkedés, és miután sokkal kevesebb ilyen pont lesz, mint ahány házi orvos, így ezeknek a megfelelő védőeszközökkel való ellátásának sokkal jobb az esélye. Van az orvosi kamarának arra vonatkozólag friss információja, hogy jelenleg hány egészségügyi dolgozó orvos került karanténba a fertőzés miatt?
konkrét számot nem tudok. Azt, hogy vannak kollégák is karanténban, ezt tudjuk, hogy a 85-ből hány az egészségügyi dolgozó, ezt nem tudom megmondani. Még mindig 85 az összes szám, tehát nem lehet több száz karanténban. Akkor lesz baj, hogyha a kollégák a megfelelő védőeszköz, illetve ellátás szervezési hiányosságok miatt tömegesen esnének ki az ellátásból. Azt mondta ugye Svéd Tamás az elmúlt napokban ugye kamerának a titkára, hogy riadtabbnak kellene lenni a lakosságnak Magyarországon, mert hogy ugye fegyelmezetlenek sok tekintetben. Önök miért támogatnák azt, hogy legyen egy ilyen kijárási tilalom, mint ami mondjuk Ausztriában van? Mert szeretnénk, hogyha az ország kevesebb veszteséggel élné túl ezt a nagyon veszélyes és valóban sokak által még mindig nem a helyén kezelt problémát. Tehát ma az egészségügy felkészítése folyik, de ennek a lehetőségei végesek. Tehát én értem, hogy a Hung Expo mellett vannak még különböző csarnokok, amiket be lehetne rendezni szükségkórháznak, de ha nincs elég lélegeztetőgép, nincs elég orvos, nincs elég szakdolgozó, akkor hiába állnak ott a hangárok. Tehát ma a legfontosabb dolog, amit tud tenni a kormány, illetve mi magyarok tudunk tenni, az a felesleges ember-ember találkozások csökkentése. Ebben megvan a kormánynak a lehetősége, és megvan nekünk, az embereknek a felelősségünk. Elnök úr. A kormány ma a kijárási tilalomnak nevezett megszorításokkal tudna a legtöbbet tenni, hiszen ha nincs felesleges ember-ember találkozás, akkor nincs kontaktus, nincs vírusfertőzés átadás, és ugyanaz az ellátási tömeg széthúzottan, kezelhetően omlik rá az egészségügyre, azaz sokkal kevesebb lesz a halott, mint hogyha egyszer ömlik rá, ahogy Olaszországban történt. Elnök úr, ezért köszönöm. Támogatjuk. Megértettem, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, viszontlátásra.